Cinege, cinege, aranyos pintyüke, estébe hajnalba, szépen szól a hangja, estébe hajnalba, szépen szól a hangja. Szeretnék szántani, ha tükröt hajtani, ha a rózsám jönne, az ekét tartani, ha a rózsám jönne, az ekét tartani. Az ekét tartani, magát fétoktatni, két piros orcáját velem csókoltatni, két piros orcáját velem csókoltatni. Borom a pincébe, magam a szőlőbe, pohár a kezembe, hadd igyam belőle, pohár a kezembe, hadd igyam belőle. Mikor Nagy Sándor Indiában járt, felkereste az ottani királyt, aki megmutatta neki a kincseit. Nagy Sándor azonban így szólt. Nem azért jöttem, hogy a kincseidet lássam, hanem azért, hogy megismerjem a szokásaitokat. Éppen akkor két ember jött a király elé, hogy döntse el a vitájukat. Ó, király, mondta az egyik, én ettől az embertől egy mezőt vettem. Most a mező földjében aranyat találtam. Én azonban ezt nem akarom megtartani, hiszen én csak a szántóföldet vettem meg, nem pedig az aranyat, ami abban el volt ásva. Márpedig én a szántóföldet mindenestül eladtam neked, mondta a másik. Az arany téged illet. Így vitatkozott a két ember a király előtt. Végül aztán a király eldöntötte a pört. Van neked fiad? Kérdezte az eladót. Van, felelte az. Hát neked, van-e lányod? Kérdezte a vevőt. Van, felelte a másik. No, akkor a gyerekeitek keljenek egybe, s az aranyat adjátok nekik. Mikor Nagy Sándor meghallotta az ítéletet, hangosan felnevetett. A király csodálkozva nézett rá. Miért nevetsz? Te talán más döntést hoztál volna? Szerinted én rossz ítéletet hoztam? Nálunk, felelte Nagy Sándor, mind a kettőt kivégeznék, és az arany, mint az ország urának, a királynak jutna. Nem sokára ebédhez ültek. Nagy Sándor elé aranyból készült kenyeret és baromfit tettek. Nagy Sándor csodálkozva nézett a királyra. Te azt hiszed, hogy aranyat eszem? Az indiai király pedig így válaszolt neki. De különös emberek vagytok. Nem esztek aranyat. Mégis annyira szeretitek, hogy embereket öltök érte. Kiért?